napot kívánok, kedves nézők! Közös szerbiai arab emírségekbeli gazdasági társaság megalakításával a kormánynak sikerült jogi megoldást találnia, hogy a külföldiek 22 millió euróért megvásárolják a Szivácsi Bácska és a Vekerlefalvi, azaz Novagajdobrai Jadrán mezőgazdasági részvénytársaságot. Mivel az Abu Dhabi Al Rawafed cég ígérete szerint az elkövetkező években még 140 millió eurót befektet ezekbe a tönkszénén álló nagybirtokokba, a kormány ezt az eladást a vidék és a mezőgazdaság sikeres fejlesztésének tekinti. Viszont a tartományi kormány és a tartományi mezőgazdasági titkárság egyaránt elítéli a szerződést, és a földműveseink érdekeivel ellentétesnek tekinti azt, mondta sajtótájékoztatóján Branislav Bugárszky, a titkárság megbízott vezetője. Az elkövetkező napokban kiderül, hogy az érdekütköztetésnek milyen következményei lesznek. A Barázda mai adásában földműveseinkhez közelebb álló témákkal foglalkozunk, olyanokkal, mint a kajszi barac termesztése, a fóliás zöldséghajtatás, a tarlóművelés és a szőlészet borászat. Mindezek előtt agrárhíreinket láthatják. A mezőgazdasági minisztérium agrárkifizetési igazgatósága a hét elején közölte, hogy megkezdte a minőséges törzsállományra járó pénzügyi támogatások kifizetését azoknak a termelőknek, akik az erre vonatkozó kérelmeket idejében, vagyis még május 20-a előtt átadták. E célra összesen 70 millió 800 ezer dinárt utaltak át a földművesek számlájára. A tartományi mezőgazdasági titkárság szervezésében 110 termelő kapott visszanemtérítendő támogatást öntözőrendszerek és fóliasátorok kiépítésére összesen 50 millió dinár értékben. Branislav Bugárszky ügyvezető tartományi mezőgazdasági titkár elmondása szerint a vajdasági kormány az idei évre 890 millió dinárt választott ki a mezőgazdaság támogatására. A búza betakarításának a végén járunk, és mint az Újvidéki Termintőzsde jelentéséből is kiderül, most már egyértelmű, hogy az utolsó egy-két hét kedvezőtlen időjárása rontott a hozamokon és a szemminőségén is. Ennek következtében a mércét megütő kenyérgabonának már az aratás idején felment az ára. Mindemellett a vevők vásárlási szándéka is egyre jobban fokozódik. Ezért a tőzsdei forgalom több mint 60%-kal megnőtt, elérte a 2730 tonnát. Csak nem 2000 tonna kenyérgabonát adtak el, kettő para híján 18 dináros áron. A tavalyi búzára is emelkedett, kicsivel több mint 1,5%-kal, úgyhogy az egységes ár 20 dinár tett ki. A tavalyi kukorica ára 17 dinár 40, meg 17 dinár 60 para között ingadozott. A takarmányárpa továbbra is 16 dinár 70 parába kerül. A szójabab kilogramjáért 60 dinár 50 parát kértek. A világpiacon a búza és a kukorica ára egyaránt 4,5%-kal alacsonyabb lett. Budapesten a kenyérgabona 2%-kal megdrágult, míg a kukorica ára 3,5%-kal csökkent. Párizsban a búza és a kukorica is olcsóbb lett. Az idén gazdagon termett a kajszi barack. Jut belőle befőttnek, lekvárnak és pálinkának egyaránt. A bő termés súlya alatt kettihasadt fák és a letört ágak egyúttal a kajszi metszésének fontosságára is rámutatnak. Megjegyzendő, hogy a gutaütést okozó baktérium behatolásától tartva felénk csak kevesen kockáztatják meg a sárga barack metszését. Tavasz tartjuk a gyümölcsfák metszési idejének, de van néhány gyümölcsfaj, amelyet nem tavasszal kell metszeni. Egyik ezek közül a kajszi, aminek két fő metszés ideje van. Egyik valójában tavasszal van, de egy szűken behatárolt időben, ez pedig a pirosvigyes állapot, vagyis közvetlenül virágzás előtt. Ebben az időszakban az metszheti a kajszit, akinek nincs túl sok fája, és abban a rövid időszakban meg tudja metszeni. A másik időszak, amely szélesebb, az a nyár végi, vagyis a szüret utáni metszés időszak, tehát július végétől augusztus folyamán, amikor még lombban vannak a fák.
Ez a két időszak azért fontos, mert ilyenkor fertőz legkevésbé a gutaütés kórokozója. Ilyenkor gyógyulnak be leggyorsabban a sebek, és ilyenkor a fa tovább meg tud élni. Hosszabb ideig megóvhatjuk a fánkat a gutaütéstől. Persze ebben az esetben is, ha nagyobb sebet ejtünk a fán, akkor azt érdemes a sebet kezelni. Viszonylag olcsón lehet venni ilyen sebkezelő géleket, azzal érdemes bekenni, vagy fémmentes festékkel is befesthetjük a sebeket. Meccésnél ügyelnünk kell arra, hogy egy szilárd koronát alakítsunk ki, tehát hogy a fa meg tudja tartani a termésúlyát, tehát a vázágoknak kellő erőségűeknek kell lenni, az azt jelenti, hogy kellő számú elágasztatást kell rajtuk végeznünk, és így a súly nem fogja lehúzni a fát. Tehát erre ügyelnünk kell, hogy az egyéves hosszú vesszőket metszük vissza, egy harmadát vagy egy felét is eldobhatjuk, mindig persze kívülálló rügyre vagy kifelé tartó rügyre. Ha erre nem ügyelünk és túl hosszúra metszük az elágazásokat, sajnáljuk ledobni a virág rüggyel berakott ágakat, akkor annak ez lesz a következménye, hogy itt a helyszínen is látjuk, hogy idén a kajszi szépen berakódott, nem károsította a tavaszi fagy, berakódott terméssel, és a termés súlya az ágakat lehúzta a földig. Ami hát nem baj, ha a termés súlya nem is nem töri le az ágat, de akadályozza az esetleges sorközművelést, és annak a veszélye is fennáll, hogy az ág letörik. Tehát ezért van szükség arra, hogy egy szilárd koronát alakítsunk ki. Tehát önök minden évben rendszeresen metszik a kajszit, mégis szinte minden fa megvan a sorban, tehát a metszés nem okozza a fák pusztulását. Így van, ha abban az időszakban végezzük, ahogy mondtam is, és a sebeket kezeljük, akkor ezzel nagy részt meg tudjuk óvni a fánkat a gutaütéstől. És milyen növényvédelmet alkalmaznak, hogy a fák megmaradjanak? A kajszinak nem sok permetezést adunk. Az egyik legfontosabb virágzás idején a monília elleni védekezés, amit lehetőség szerint háromszor is el kell végezni, virágzás kezdetén, teljes virágzásban és sziromhulláskor. De ha valaki teljes virágzásban elvégzi, az is hatásos lehet. És másodszor ajánlatos zsendüléskor is permetezni monília ellen, ugyanis az arra veszélyes években jelentkezhet az érő gyümölcsön a monília, ugyanis éréskor a gyümölcs fórusai megint kitágulnak, és a monília újra tud fertőzni. Mi idén a tangazdaságon ezt a második permetezést nem tudtuk elvégezni, de szerencsére olyan év volt, hogy most a monília ebben az időszakban nem fertőzött, úgyhogy nem sok fertőzött gyümölcsünk van. Mihajló Tirkajla, bácskeresztúri villamosmérnök a saját bevallása szerint semmit sem tudott a kajszi termesztésről, amikor 8 évvel ezelőtt a kertje egy részét betelepítette. Kezdetben hagyta a gyümölcsfákat maguktól fejlődni. Később, ahogy lassan rájött a termesztés fortéjaira, az újonnan ültetett oltványokat már rendszeres metszéssel nevelte. Tati, mladi konári, znači otac, potac, lebo tot, lebo až tot konár, znači tot luhoki. Ezek az egyéves vesszők innentől idáig egy méternél is hosszabbak. Hogyha így hagynánk őket, az nagy kockázatot jelentene az olyan években, amikor dúsan berakódnak termésekkel. Például ezen az ágon három fiatal vesző van. Mivel oldalágról van szó, az elágazási alapja is fiatal még. Innentől elő tehát ez a három vesző, amelyből a két alulsót eltávolítjuk, és csak a felső állásút hagyjuk meg, hogy ne lógjon túlságosan az ág. A talajhoz legközelebbi két vesszőt, tehát tőből lemetszük, a megmaradó harmadikat pedig a hosszának az egyharmadára vágjuk vissza. Jó, habim jeden mladi, ale nie cali. Jóhoz krácim iszcze na odpriliki jednu trecinu. A visszametszett vesszőről új hajtások törnek majd elő, a meghagyott csonk pedig meg fog vastagodni, és így kibírja majd a későbbi években rajta fejlődő termések súlyát. Vitrima plot, ktori budze na tej časti. Evo pozme, da vidzime išče. Nézzük most a korona közepét. Ezt a leggyöngébb vesszőt tőből eltávolítjuk. A mellette levőt az egyharmadáig metszük vissza, és ezt a harmadikat úgy szintén az egyharmadára kurtítjuk. Skroszovinyem. Tod, ohabim isto také na jednej trecini.
A korona közepén ugyanis egy elágazásban két veszőt is meghagyhatunk, mivel itt nem lógnak lefelé az ágak. Ezen a helyen őszig 2-3 új hajtás fog előtörni, amelyek közül jövőre ismét el fogunk távolítani egyet vagy kettőt. Ez a vesző jövőre már vastagabb lesz, és kibírja majd a termés súlyát. Az őszig előtörő új hajtásokon 2 év múlva képződik majd termés. A gazda sajátságos módszert dolgozott ki a termés értékesítésére. Az ideihez hasonló, bőtermő években, amikor olcsó a kajszi, egyetlen szemet sem ad el belőle. A legszebb termésekből is pálinkát főz, amely eláll és tartja az árát. Gyöngén termő években viszont, amikor a piacokon jó ár van a baracnak, az összes gyümölcsöt eladja. A pálinka kedvelőket pedig az előző években főzött tüzes nedűvel szolgálja ki. Angol Bizon motorolaj. A Magyar Kanizsai Szakközépiskola tangazdaságába 4 évvel ezelőtt érkeztek az első fóliasátorok. Jelenleg mintegy 1300 négyzetméternyi területen folyik a termelés. A tangazdaság szakembereinek véleménye szerint egy ilyen méretű fóliatelep már megélhetést nyújthat egy 4 tagú család számára. A zöldségtermesztés intenzív ágazata a zöldséghajtatás, illetve a termesztő berendezésekben való termesztése a zöldségféléknek, vagy a virágoknak, mindegy, akkor az már más. És én azért szeretném ezt népszerűsíteni, mert egyik legkönnyebb módja elindulni a fiatalabb termelőknek ezen az úton, ugyanis az utóbbi időben igen kedvező feltételeket teremtenek, biztosítanak a termesztő berendezések, fóliasátorok, üvegházak építésére és annak a felszerelésének a bevásárlására. Itt pedig a zöldségmagvokat könnyen megvásárolhatják, és azzal el lehet indulni a termesztéssel. Na most az elinduláshoz nem kell mindjárt nagyban gondolkozni, egy egész kis fóliasátorral megindulni, tapasztalatot szerezni, és aztán ezt bővíteni. Utána már az adja saját magát. Aki elkezdte, volt, aki úgy kezdte el, hogy az üvegterasszát szétszette, abból összeállított egy kis üvegházat, és onnan elindult, aztán pedig hozzávásárolgott, és most már igen szép teleppel rendelkezik. Itt az iskola ezt a 3 nagy fóliasátort 4 évvel ezelőtt, ahogy megkapta. A mi adataink, hát az hogy ezt az évi, csak így, ahogy mi kihasználjuk, a paradicsom, uborka, paprika termesztése, azzal, hogy az uborkából 2 túrát termelünk ki, most ezt a saláta uborkát, aminek most a vége van, de már vetjük a berakóborkát, a kornisont, ahogy nálunk hívják. Így is azt a 6-7 ezer eurót tudjuk kiárulni belőle, amit a legolcsóbban adunk el, illetve mi itt úgy adjuk, hogy a nagy kereskedelmi árát vesszük figyelembe, azért, hogy az embereknek érdemes legyen ide lejönni a tangazdaságra megvásárolni, és azért, hogy a viszonteladónak is érdemes legyen megvenni, hogy aztán a piacon értékesítse. Na most, ha ezt a termelő nem teszi meg, hanem maga értékesíti a piacra, azt jelenti, hogy 30-40-50%-kal nagyobb jövedelmet is megvalósíthat. A leghidegebb téli és koratavasz időszakban nagy segítséget jelenthet a saját kivitelezésben is elkészíthető, energiatakarékos, süllyesztett fóliasátor. Benne minimális fűtéssel nevelhetjük ki a tavaszi paláta szükségletünket, illetve termeszthetünk hidegtűrő zöldségféléket a család számára. Azok részére ajánlanám az egy ilyen kis fóliasátor kiépítését, amit akár saját maga is meg tud oldani.
és az pedig lesüllyesztvány, én amennyire a talaj víz megengedi, de legalább pedig a 80 centi, 100 centi 1 méter mélyig, és utána pedig azt leborítani fóliával, mert itt a pince hatás a földnek a meleg hatásának a kihasználására akár 50%-os energiával is, energiahasználattal is meg lehet oldani a termelést. Na most ilyen kis fólia sátorokat abban az időben az emberek akár abból csináltak, hogy szétszették az üvegterasszukat és megoldották, mert ezzel el tudtak indulni, itt a növények, az anyanövényeket át lehet teleltetni, mert kívülről is leborítható és a nagy hidegektől is megóvható akár egy kis kalorifer használatával a fagyástól, és utána az itt kinevelt palántát már át lehet vinni a nagyobb fólia sátorokba. Otthon hobbi kertészkedésnek és a saját kertjét használva az az 1-2 méréses, áras, kvadrátos, ahogy szokták mondani, kerteket kombinálni egy ilyen kis süllyesztett fóliasátorral nagyon szép dolog, és nagyon sok mindent ki lehet termelni. A tangazdaságban felépített, 3x5 méternyi hasznos területű süllyesztett növényház fűtésére elégnek bizonyult a 2 kW-os kalorifer. A különösen hideg éjszakákon további külső takarással óvhatjuk meg a növényeket. Az értékesítés kapcsán tudnak-e tanácsokat adni a diákoknak, akik itt tanulnak, hogy hogyan próbálják a gazdaságukat berendezni, megindítani? Ami sokat tesz nálunk az értékesítésre, az, hogy az itt látható növények, és ez mind a háromra vonatkozik, a paradicsomra, uborkára, paprikára, még mindössze 3x voltak permetezve bioszerekkel. Tehát semmilyen klasszikus vegyszert még nem kaptak. Ez szépen megmutatja azt, hogy fölösleges agyonra mérgezni, először is káros az egészségünkre, a másik az lényegesen olcsóbb így. Na most az biztos, hogy másképp gondolkozik az a termelő, akinek ez a létkérdése, a nagyobb biztonságra megy, de akkor is lehet kíméletesen növényvédeni, hogy ne mások egészségét és a saját egészségünket ne károsítsuk. Ha ennek így híre megy, mint ahogy nálunk ennek híre ment, hogy mi nem permetezünk, a vevők automatikusan szaporodnak ide, és ugyanezt rögtön észreveszik a terményeknek az ízén, a minőségén is. A növények a vegyszerekre épp úgy reagálnak, mint az emberek, mérgezzük vele őket, és elveszítik a finom, igazi ízüket. Ezt akkor lehetne csak érzékelni, ha mind a borkóstolás, pálinka kóstolás, itt is raknánk le gyümölcsöket, termékeket ezekből, ilyen termelésből, meg a klasszikus mérgezett méreggel kezelt termelésből, hogy mennyivel finomabb ez. Ezt amikor ennek híre megy, akkor a vevők jönnek, és nekünk egyelőre nincs problémánk az eladással. Na most, ami még az eladást illeti, azért fel kell mérni a területet és a mennyiséget is, hogy mennyit akarunk eladni, mennyi a piac felvevő képessége. Mert lehet, hogy ezt a mennyiséget most itt mi el tudjuk adni, ha még egyszer ennyi volna, talán még lehet, hogy eladnánk, de mondjuk ötször ennyit már nem biztos, hogy sikerülne. És itt van az a határ, amikor valahol az a határ, hogy erre a környezetre az már sok, de arra meg, hogy a nagybani piacon megjelenjünk, ne beszélve, hogy külföldön megjelenjünk, arra pedig kevés. Tehát itt kell valahol majd átlépnünk ezt a határt, hogy vagy sokkal többet, hogy tudjunk többet annyit termelni, amivel érdemes megjelenni, vagy meg tudunk jelenni a nagyobb piacokon, vagy pedig először fel kell mérni minden esetre a piacot. És még én ennél a termelésnél, és mindegyik másnál megjegyezném, aki ebbe belevág, az csinálja rendesen, ezt megéri csinálni, és van egy olyan mondás, hogy amit megéri
csinálni, azt megéri jól csinálni. Tehát ha jól csinálja, akkor van bele haszon. Az, hogy valaki azt gondolja, hogy van egy fólia, beülteti, úgy hagyja, tönkretesz, és aztán azt mondja, hogy nem éri, ez még nincs ebből semmi, az úgy nincs persze. Csak úgy éri meg, hogyha azt egy megfelelő szinten, színvonalon képesek is vagyunk elvégezni. A múlt héten már szóltunk a tarlóművelés mezőgépeiről, amelyet most egy altalajlazító, továbbá vonóerőben igen eltérő egy-egy rövid tárcsa bemutatásával folytatunk. Az évek folyamán azonos mélységben és irányban forgatott talajban a barázda fenekén kemény, tömörödött réteg, azaz eketalp alakul ki. Káros, mert gátolja a talaj anyagcseréjét, hőlevegő és vízgazdálkodását. Ezért célszerű a már kérges eketalpat altalajlazító eszközzel megtörni. A lankás szántóföldeken a lazítással nagyobb vízbefogadás érhető el, tehát kiadós esőzéskor az összes vizet felveszi a talaj. Kértünk egy olyan gépet Szerbiára, mert itt nagyon sok a 80-tól addig a 110 lóerőség traktorig, és kértük, hogy próbáljon gyártani egy ilyen lazítót, ami 45 centig tud működni, és egy ilyen 80-tól 110 lóig gyönyörűen tud lazítani. Általában nálunk a nyár a legszárazabb. Ilyenkor tudja a lazító megadni azt az effektust, hogyha ősszel több csapadék esik, stb. És akkor megőrzi a nedvességet. Ez úgy nevezzük, hogy ekolaz, a többi az pedig fralaz. Tehát van 3 métertől egészen 6 méterig, ami azt jelenti, hogy 12 késős is. Ami mélazítása, tehát 50-60 centig is tud üzemelni. Fontos a kések kinézete. Itt mire törekedtek? Hát itt arra törekedtek, hogy ilyen 8%-os a késnek a hatolási szöge, és ez adja azt az effektust meg, hogy azért nem látszik annyira, tehát ez nem emeli föl annyira a földet, de alul teljesen átlagítsa a talajt. A szakkönyvek magyarázata szerint tarlóművelésnek olyan eljárás felel meg, mellyel adott körülmények között csökkenthető a talaj nedvességvesztesége, szabályozható a talaj hő és levegőforgalma, pesdíthető a talaj biológiai tevékenysége, és ennek révén javítható a talaj művelhetősége. A sekélyen meghántott, visszazárt és legalább az egyharmadnyi szármaradvánnyal takart felszín alatt elindul a talaj biológiai beéredése. Mögöttünk egy fogelnat termék látható, egy 3 méteres teladiszk rövid tárcsa. Ez egy függesztett tárcsa, amely ugye el van látva mögötte egy ilyen terapak hengerrel. Két sor ilyen flexibilis tárcsa rendszerben elhelyezve, hogy itt a közép kapamezőben utána van egy ilyen pálcás borona, és ugye végén a tömörítő henger, a pakér henger, amit földet megtömörítünk, és elkentsük a magoknak a kikelését. Milyen mélyen dolgoznak ezek a tárcsák? Ezek a tárcsák ilyen 10-12 centitől, akár 20 pár centig is, de általában a 12 és 18 centiméter között végzik legjobban a műveletet. Egy negyed óra, fél óra tanulás után, hogy az ember rájön, hogyan kell használni, mindössze vissza egy 90-től 110 lóerős traktorra van szükségünk, mind amit itt látunk mögötte is, egy armatrak 110 lóas traktorral vontatjuk, ami egy Perkins motorral van ellátva, első-hátsó meghajtással, Bosch hidrolikával van ellátva, különböző olyan opciókkal, klímával, minden, amit egy mai korszerű traktor már igényel, és körülbelül abba a közép kategóriájú gépekbe tartozik, ugye, amit el lehet egy ilyen 100 lovas traktorral vontatni, húzni. E masszív, főleg nehezebben művelhető talajokra előlátott rábetárcsa megmozdításához legalább 180 lóerős traktor szükséges. A tárcsa milyen dolgozza át a talajt, és milyen munkaegységek vannak rajta? Ez a tárcsa egy felső talajréteg megforgatására szolgál. Ez a 8-10 centi, esetleg 12-ig, ami szükséges a mulcshagyó talajművelés, hogy a szalma maradványok fölül maradjanak a föld tetején, ne száradjon le a talaj, tehát a hátul egy Emopak nevű henger tömörít, 460-as diszkek vágják meg a tarlót,
valamint ezt a gépet lehet használni szántás tetejére is, azért van neki elől egy hidrolikus simító, amit bentről tetszőlegesen lehet ráhelyezni a föld felületére, hogy milyen mélyen akar, vagy mennyit húzzon magával a géppel. A tárcsáról, amit még lehet tudni, 5000 kiló, tehát komoly súllyal rendelkezik, nem kell félni, hogy sétálni fog a föld tetején. A tárcsamezőket, az első és a hátsó sort el lehet mozdítani, tehát a mélységtől függően lehet állítani, hogy közé vágjon az első sornak a hátsó sor tárcsalapok. Hidraulikus az egész rendszernek az irányítása. Így van. Tehát 6 méter munkaszélesség, ami fölcsukható, és a megengedett 2,5-be belefér a gép. A kis területen gazdálkodók számára a szőlőhaszon, vagyis a háztól értékesíthető bor ugyanolyan keresett kiegészítést jelent, mint másnak a paradicsom vagy almalé. A borkészítés egyben kihívást is jelent. A szőlős gazdák évente több alkalommal is versenyeztetik készítményeiket, és ezért a háztáji bor minőségjavítására törekednek. A minőségi nyersanyag a jó eredményekhez elengedhetetlen. A gondosan ápolt chardonnay fajtájú szőlő teljesen kiheverte a 2012-es évi fagykárt a Horgosi Bíró Nándor ültetvényében. A fürtökkel berakodott tőke eredményes szüretet sejtett. A gazda lelkesen meséli, hogy a visszafogott termesztés híve mindössze 8 pár fürtök hagyva egy-egy tőkén, amelyek összesen 2 kg-nyi termést adnak. A nagy gyökérzettel rendelkező felújított tőke már tavaly is kiváló minőségű szőlőt termett. Nagy örömömre szolgál, hogy most kijelenthetem, hogy a tavalyi szőlő minősége nagyon jó volt, sőt, utána a boroknak is szerencsére jó borokat tudtunk előállítani. Hát nálam nagyon kimagasló eredményeket értem el a Chardonnay-val, Rieslinggel, és most már kezdenek bejönni az úgynevezett vörös fajta borok is, a Cabernet, a Merlot, a kék frankos, és hát mondhatom azt, hogy az úgynevezett megmérettetéseken is mind érmes borok születtek az idén, ami hát nagy érdeme a munkánknak, mondhatom. Itt a pincében évente mennyi bort készít? 20 000 liter edényen van, de tudnélik azt is, hogy a mennyiséghez legalább dupla edénynek kell lenni, tehát 10 000 liternél többet nem szoktam elszűrni egy évben, mert elsősorban a vörösboroknál van az a dolog, hogy érlelni kell, tehát nem vehetem ki minden évben a vörösbort a hordóból, tehát kell, hogy érjen a fahordóba a vörösborok, majd aztán tudom áttenni, mikor kész. Önnél még itt vannak a végi fahordók. Mennyire megterhelő ezeknek a karbantartása? Nagyon-nagyon megterhelő, és állandóan kezelni kell, akkor is, ha nincs benne bor, mert utána egy idő után meg ecetesedik, tehát tönkre megy, állandóan kénezni kell, köveket kiszedni belőle, mert nem ugyanazok a borok lesznek ugyanabban a hordóban másik évben, mint előző évben, hogyha nincsenek rendesen karba tartva. Most, amikor kimegy a szőlőbe, mit lát? Elégedette, jót ígére a szőlő? Ha van áldás, mint a barátom szokta mondani, akkor nagyon jó borokat fogunk megint tudni előállítani. Nagyon szépek a szőlőjeim, egészségesek. Hát minden esetre harcolunk a perennuszpóra, vagyis jobban mondva a lisztharmat ellen, az megjelent. Azért bízunk benne, hogy meg tudjuk őrizni. Tehát kizárólag azokat a szőlőket kell bornak használni, ami arra való. A néhány hektárnyi területen gazdálkodó szőlészek továbbra is óvakodnak a Földrajzi Eredetvédelmi Bizonylat megszerzésétől,
Noha már idén a mezőgazdasági minisztérium ingyenesen végzi a szőlőtermelői regiszterbe való bejegyzést és a földrajzi eredetvédelemmel rendelkező borok ellenőrzését. E dokumentumok hiányában viszont a kistermelők nem pályázhatnak gazdaságfejlesztési támogatásokra. Barázda falu műsorunk végén eredményes hetet kívánok kedves nézőinknek. Viszontlátásra!